én is fehérvári vagyok, és egy nagyon szorongó, teljesen kényszeres és önbizalom hiányos kislány voltam. Fejes Dóra sportpszichológus a futóterápiáról tartott motivációs előadást a diákoknak, de a bűnmegelőzés, a mesterséges intelligencia, valamint a felsőoktatási lehetőségek is szóba kerültek a Székesfehérvári Diáktanács szakmai napján. Az elnök azt mondja, rendszeresen szerveznek ilyen és ehhez hasonló programokat a fiatalok számára, hiszen mint fogalmazott, a közösségben óriási az erő, ezért össze kell tartani ezeket. A mai nap első előadása a mesterséges intelligencia vizuális felhasználása, illetve most az imént a rendőrfőkapitányság tartott egy előadást a bűnmegelőzésből, a bűnmegelőzésről. Ez, hogy mi is a célja, hát a diákoknak minél szélesebb képet adjunk arról, hogy milyen lehetőségeik vannak elsősorban itt Fehérváron. A tavalyi diáktanács elnöksége polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át Cserpalkovics Andrástól. A városvezető köszöntőjében hangsúlyozta, a fiatalok érdekképviseletében nagy szerepe van ennek a szervezetnek. A polgármester hozzátette, a fiatalok javaslatait figyelembe véve lehet a régi bőrgyár épületéből közösségi tér az iskolások számára. Úgy látjuk, hogy a bőrgyárnak a régi főépülete az alkalmas lehetne erre, de ez akkor fog jól működni, hogyha a diákok, a fiatalok fogják megálmodni annak a beltartalmát. Úgyhogy arra hívjuk a diák önkormányzatokat, a diák tanács képviselőit, hogy ebben a javaslattételi és tervezési feladatban is segítsék a munkánkat, illetve a városgondokság munkáját. A szakmai nap részeként a tavaszi dögvetélkedő eredmény hirdetését is megtartották.